felébredeznek. Jó reggelet kívánok! Hogy egy kis biztatót nyújtsak a felkeléshez, elmondom, hogy ez a mai kora reggel igazán ígéretesnek tűnik. Lehet ebből még délutánra egy igazán szép tavaszi vasárnap is. Végül is az időjárás előrejelzések ezt sem zárják ki. Minden esetre én biztosan csak a következő egy órára mondhatok, hogyha velünk maradnak itt a készülékek előtt, akkor láthatják szokásos telefit rovatunkat, lesz hírösszeállítás, melyben szó lesz lakáseladásról, egy új rangról, kiállításról, a pénz hajtó erejéről, és nem utolsó sorban lovagló rendőrökről. A műsor nagy részét persze a már ígért fórum tölti ki majd, mely a pécsi bányászat jelenével és jövőjével foglalkozik. A fórumot Ferling József vezeti, aki itt ül mellettem. És most szeretném megkérdezni tőled, én úgy tudom, hogy ez a fórum rész még nincs igazán megszerkesztve. Ugyanis fog ez lezajlani? Nem, hát mi erre elsősorban a nézők kérdéseit várjuk, bár készültünk rengeteg kérdéssel, hiszen miközben itt valakik valahol átjavítják rendre az energiakoncepciót, a bányászok számára rengeteg kérdés akad, amit tisztázni kell. Reméljük, hogy ezek közül néhányat tisztázni tudunk. Kérdéseiket nézőink a 32333-as telefonszámon tehetik fel. Stúdióban meghívott vendégeink, a bányavállalatok képviselői és a munkaerőközpont képviselői igyekeznek majd erre válaszolni. Van egy fontos hír, amit nem mondtál a mai nappal kapcsolatban. Március 10-e van Ildikó napja, ezt szerényen elhallgattad. Csokor kis hóvirággal hadd köszöntselek. És kellemes ébredést kívánunk minden Ildikó nevű televízió nézőnknek. Én is köszöntöm minden névrokonomat a képernyők előtt. És most pedig következzék szokásos telefit rovatunk, melyben ma egy érdekes emberrel ismerkedhetnek meg, aki úgy tűnik télen sem fél a hideg víztől. Mi lesz az előadásának a lényege? Talán az előadásnak azt a címet is adhatnánk, hogy természetes egészség. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan témákat fogok felvetni, amely ma a 20. század emberét ugye a hosszú életre fogja sarkalni, egy hosszú életet éljen. Esetleg néhány fejezet címet az előadásból? Hát én nagyon megrögzött vegetáriánus vagyok. 10 éve nem eszem semmilyen húsételt, tehát a vegetárián most előtérbe fog kerülni az előadásomban. Akkor a kozmovitális tényezőkhöz való alkalmazkodás, vagyis a természethez való alkalmazkodás, a sport, feltétlenül régi sportember vagyok, és az ír állapotának a javítása, mert mindenki annyi idős, amilyen állapotban az érfala van. Nagyon érdekes, hogy én például bárkinek, hogyha a kezét, a bal kezét odaadja, bárkinek a vénájában általában meg tudom állapítani, hogy milyen életkilátásai vannak, ugyanis az érnek a feszessége elárulja azt, hogy valaki milyen életet élt eddig. Nyilvánvaló, minél feszesebb valakinek az érhálózata, annál egészségesebb, és minél puhább valakinek, annál hamarabb betegséget kap, és minden betegségnek az alapja az, hogyha valakinek rossz a vérkeringése, ugye, az ér össze van mondjuk szűkülve, de ki is lehet tágulva, pang benne a vér, és attól a vérpangot már betegség keletkezik. Úgyhogy a legfontosabb, és az előadásom is nagyon sokat szoktam erre beszélni, hogy az ereinket edzzük meg. Ez az előadásomnak az egyik lényegre, ezzel több mindenről szeretnék beszélni. Óriási nagy hangsúlyt fektetek az előadásomban a lelki tényezők szerepére, a harmonikus lelki életre, közelebbről az önmegvalósításra, tehát hogy hiszem azt, hogyha valaki az életben nem tudja megvalósítani önmagát, akkor nem lehet boldog és egészséges. Tehát a rendszerességet, hogy egy ember, aki a világra született, az nyilván valamilyen született erre a földre. Ha valaki nem találja meg az életben a helyét, most Váci mi... Az már önmagában betegség? Azt hiszem, hogy az. Tehát keresd, hogy miért szeres, szenvedj, remélj. Ez lehet ennek a fejezetnek talán a címe. Tehát, hogy kutassa valaki, hogy miért született erre a földre, és akkor boldogabb lesz. Soha nem találkoztam még olyan emberrel, aki egészséges volt, és nem stimmeltek nála a lelki tényezők. Szóval a kettő az összefügg nagyon. Igen, ez valóban fontos lehet. Úgy tudom, hogy ma, március 4-én éppen túl van egy Dunaúszáson, édesapjával közösen? Igen, hajnalban reggel úsztunk a Dunába. Hány fokos volt a víz? Hát olyan 0,6 körülbelül. De egyébként január 16-án meg Bécsben úsztunk, nagy sikerünk volt. 40 percet úsztunk a Dunába Bécsbe. Mondja már meg, hogy lehet ezt kibírni, szóval én is szeretek hideg vízben, októberben is, még szívesen fürdök álló vízben. De azért ilyen jeges vízben nem túlban. Ez nagy dolog egy hölgynek, mert a hölgyeknek a biológiai adottságai azért mások. Úgyhogy mert októberben a víz már olyan 15-16 fokra lehűl azért.
Hát egy rendszeresség a kérdés az egész, és itt is megint visszatérek az élhározatra, hogy az érjú állapotban a bírja a hidegvizet. Egyébként a hidegvíz belőször mindig az embernek a lábfeje és a kézfejekhez elfogyni, mert ez a két rész van ugye legmesszebb a szívtől. Én valamikor ugye két perccel kezdtem, abban nem tudok azért a hidegvízben lenni egy olyan 20-25 percet, sőt, most 40 percet voltunk Bécsbe. De hát én sokkal rosszabbul írtam, mint az édesapám, mert ő azért már egy vén fóka, hogy így mondjam, tengeri fóka. Ha esetleg nem találták volna ki, ifjabb Sirilla Györggyel beszélgetett Bodnárné Marika, aki a Telefit rovatot gondozza. És most egy kis lapszemle, hogy mit olvashatnak a Dunántúli Napló mai vasárnapi számában. Néhány érdekesebb hír. Épp sírkövet találtak a Pécsi Székesegyház altemplomában. A pápa látogatására készülve fűtésszerelési munkálatokat végeztek, és így bukkantak az érdekes leletre, amiből hazánkban állítólag csak 8-9 darabban, az 1400-as évekből származik a sírkő. Aztán, hát gondolom nem újság annyira az árdrágulás, ami most úgy jelentkezik a Dunántúli Naplóban, a cím emelkedő árak, szürkülő arcok, azt hiszem ez mindent elmond, és talán nem is csak a hölgyeket érinti. Ami még a drágasággal összefügg, a Szaporodó zálogházak című cikket említeném, megnyílt Pécset az első magán zálogház. Van még egy érdekes cikk a telepátiáról, a Parajelenségek című sorozatban, és egyéb nagyon sok érdekesség. Most pedig következzék a fórum. A fórumot Ferling József vezeti, és ne felejtjék a telefonszámot, 32333. Szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégeinket, dr. Fodor Imrénét, a Baranya megyei munkaügyi központ igazgató helyettesét, Kékes Ferencet, a Mecseki szénbányák személyzet és munkaügyi osztálynak vezetőjét, valamint Magony Istvánt, Mecseki érzbányászati vállalat közgazdasági osztályvezetőjét. Nem tudom, nem túlzás, egy első kérdésként én úgy tudom, hogy hármújuk közül a munkaügyi központ igazgató helyettesi állása a legbiztosabb státusz pillanatnyilag. Ha arra gondol, hogy a megyénk munkaerőpiacán a helyzet hogyan változik, hogyan rosszabbodik mondjuk ki, akkor ez az állás sajnos biztos. A sajnosba egy kis öröm vegyül, ha arra gondolunk, hogy végre van egy európai szintű foglalkoztatási törvényünk, amelynek alapján a bajba jutott emberekkel jobban tudunk segíteni. Ez azt jelenti, hogy vannak szalmaszálak? Egyre vastagabb szalmaszálak? Vannak szalmaszálak, nem gerendák még, bár lehet, hogy lassan az is lesz belőle, de vannak szalmaszálak, vannak kapaszkodók. Nem tudom, az osztályvezető urak hogy érzik az állásukat, biztonságos-e, nyugodtak-e, nyugodtan alszanak-e? Nyugodtan alszunk, legalábbis én nagyon nyugodtan alszom, különösebb félelmeket tekintetben nincsenek bennem, de kétségtelenül, hogy a mecseki bányászoknak a munkahelye és állása az effektív, tényleges bányásztársaimra gondolok, az mondjuk sokkal biztosabb, mint az enyém. Hát én ezt örömmel hallom. Hát én azt hiszem, hogy ha tavaly kérdezte volna ezt, akkor igaza lett volna, azonban ahogy múlik az idő, úgy a mi lehetőségeink is erre javulnak, és talán azt mondhatom, hogy most már bizakodóak vagyunk a jövőnket illetően. Hát köszönöm szépen ezt az optimizmust. Én javaslom, hogy hallgassuk, hogy nézzük meg együtt azt a képes jegyzetet, amit a héten forgattunk, ugyanis rengeteg kiábrándultsággal találkozni a témakörben, és ezt jelzik a már eddig is érkező telefonok. Nézzük meg azért most megismétlem a telefonszámot, 32333-as. A szobornak, meg a szobrásznak talán nem kell kárpótlás, nem kell végkielégítés. Az új keletű bányaveszély, a közgazdasági feltételrendszer az ő állásukat egyelőre nem fenyegeti. A szó, hogy bánya, Pécsett és Baranyában sokáig általános érvényű varázsige volt. Az utóbbi években ugye a maradék varázs erejétől is látványosan megfosztották, mégis sokak, családok ezrei számára jelenti az élet a túlélés jószerével egyetlen lehetőségét. Pedig valamire való remény már sehol nem lézeng, annyira lepusztultak az üzemek. Legfeljebb a letűntkor dicsőséges jelvényeiből akad néhány mutogatni való darab, de azokkal mégsem lehet kifizetni az elbocsátott melósokat. A hősi időkben egy fél várost építettek a fali újságok mellé, a bánya köré. Széles utcákat, lakásokat, áruházat, éttermeket. A magabiztosságból még aztán is bőven futotta, hosszú évtizedekig. Időközben azonban alábbhagyott a nagy nekibuzdulás, s a megígért fejlődés helyett újabban csak a kérdések szaporodtak.
szaporodtak a megoldásra váró feladatok is. Mi lesz a messziről egybesereglett emberekkel, családtagjaikkal? Mi lesz az egyoldalúan fejlesztett várossal, városkörnyékkel? Akad-e valaki, aki végre megmeri fogalmazni pro vagy kontra az ítéletet a bányák jövőjéről? Kinek? Mire lesz elég a végkielégítés? S lesz-e végkielégítés egyáltalán? Hisz a bányákra a megcsonkítva megmaradni szűkös lehetősége vár. A bányászokra tán valami más. Kékes Ferenctől az imént a mecseki szénbányákra vonatkozó némi optimizmusra utaló mondatot hallhattunk. Én erre hadd kérdezzek rá. Én azt hiszem, hogy ennek az optimizmusnak van némi realitása. Én úgy nevezem ezt, hogy racionális optimizmus. Nevezetesen arról van szó, hogy a mecseki szénbányák vezetése egyértelműen letette a voksot amellett, hogy a vállalat jelenlegi széntermelő struktúráját és volumenét kívánja fenntartani, ezt szorgalmazni, ehhez megfelelő műszaki, gazdasági intézkedéseket és nem utolsó sorban szervezeti intézkedéseket tenni. És úgy néz ki, legalábbis pillanatnyilag, hogy a fogadókészség ezen előterjesztések és javaslatok iránt meglehetősen javult, kedvezőbb irányba változott az elmúlt években, elmúlt hónapokban. A bányászok a bánya veszélyek közé sorolják lassan a közgazdasági feltételrendszert, és nem kellett őt tartaniuk? Hát lehet, hogy kiegészül a biztonsági rendszabályaink tárháza a közgazdasági környezet elleni speciális védekezés külön szabályaival. Nem hinném, hogy ezek a feltételek számunkra lényegesen kedvezőtlenül változnának az elkövetkező időkben. Pont egy pozitív irányú elmozdulást érzékelünk. Köszönöm szépen. Maga István, nem tudom, hogy érzi itt szénbányákról beszélgetve, nem kell, hogy az érzbányászokat valamiféle lelkismeret furdalás gyötörje. Én igazán nem tőlük irigylem a végkielégítés összegét, sőt, ennek az összege nem is olyan nagy. Viszont ehhez a pénzhez az érzbányán a dolgozók hozzájuthattak, a szénbányán a dolgozók viszont nem. Hát erre nagyon-nagyon röviden tudok válaszolni, ugyanis az érzbányászatot meg akarták szüntetni. A kormányhatározat úgy szólt, hogy az örömbányászat fel kell számolni. És erre születtek ezek a kormányhatározatok, amik végül is lehetővé tették a végkielégítés és ezhez kapcsolódó juttatásoknak a fizetését. De most hasonló veszély fenyeget itt bánya bezárások a szénbánya vállalatokat is, vagy most már minden vállalkozás, minden magyar vállalatot ez fenyeget? Mármint a bezárások? Igen. Hát alakul néha ilyen hangulata az embernek, de azért én nem hiszem, hogy ennyire forró lennék a kását, hogy minden vállalkozást bezárnának itt a környékünkön. Nem hiszem, hogy ez a kilábalásnak az útja, hogy bezárjunk mindent. Reméljük, hogy nem. Sokat beszélünk itt vállalatokról, pénzről, én azt szeretném, ha a mai műsor az emberekről szólna, és ezekről a bizonyos szalmaszálakról. Kire számíthatnak a bányászok, hogy segítenek majd nekik? Magukra elsősorban. Magukra elsősorban, mégpedig akkor, hogyha az uránbányászok a végkielégítést jól használják föl, a szénbányászok, akik esetleg az utcára kerülnek, az eszközeinket olyan módon tudják fölhasználni, hogy a további életüket rendbe tegyék. Erre van lehetőség, hogy néhányra utaljak az új foglalkoztatási törvényből, és elsősorban nem a passzív, tehát a segélyezési eszközökre, hanem arra, hogy például lehetőség van arra, hogy a vállalkozóvá válást segítsük ezekkel az eszközökkel. Ezek az emberek tudnak majd vállalkozni? Én nagyon remélem, hogy igen, sőt a végkielégítéseknek az egyetlen célja az volt, hogy ezekkel jövőt teremtsünk. Ezek az összegek döntő többségében olyanok is, amelyekkel már lehet vállalkozni, vagy a vállalkozáshoz olyan anyagi háttered az, amire pluszt lehet fölvenni. A szénbányászoknál pedig és az egyéb ágazatokból munkanélküliség helyzetébe került embereknél is olyan garanciákat, olyan segítségeket tudunk adni a foglalkoztatási törvénnyel, amelyen lehetőség van a vállalkozásra. De hát ez végül is csak az egyik ilyen jellegű eszköz, de a legfontosabb talán. Köszönöm szépen, azt hiszem ennyi általános áttekintés után adjunk egy kis időt nézőinknek, hogy a 32-333-as számot tárcsázzák, és egy kis szusszanást magunknak, hogy felkészülhessenek a kérdésekre, amelyek majd sorakoznak előttem az asztalon. Hát még nézzük meg hírösszefoglalónkat, amelyek Pécset készítettünk, állítottunk össze.
Elsőként arról, hogy csütörtökön ülést tartott a városi önkormányzat. A képviselők sok más mellett megvitatták az önkormányzati tulajdonban álló lakóház ingatlanok értékesítéséről szóló előterjesztést is. A Fidesz koncepciója szerint eladásra kell felajánlani június 30-áig a lakásállomány 90%-át, mintegy 23 ezer lakást. Az ingatlanokat tényleges műszaki állapotuk és a városban elfoglalt fekvésük szerint kell felmérni. Amennyiben a jelenlegi bérlő, vagy az oda állandóan bejelentett tényleges lakó nem kívánja megvásárolni a lakást, úgy azt megvételre nyilvánosan ki kell ajánlani. Azonban a bentlakó jogait a magasabb szintű jogszabályok adta keretek között védeni szükséges. A magánkézbe került lakások fenntartása természetesen a tulajdonos feladata lesz. Ebből következően a pécsi ingatlan kezelő vállalat jelenlegi működését felül kell vizsgálni, át kell alakítani, úgynevezett lakásfenntartó vállalkozásokat szükséges létrehozni. Az új lakáskoncepciót a képviselők alaposan megvitatták, majd elfogadták. És örömmel fogadtuk azt az értesítést is, amely már a Székesegyházra irányította figyelmünket. A pécsi Székesegyház története számos dátumhoz kötődik. 19. augusztusában kelt az az oklevél, mellyel István király megalapítja a pécsi püspökséget, s írott forrásaink szerint a század 40-es éveiben kezdték meg a dóm építését. Aztán tűzvészek, háborúk pusztításai és újjáépítések sorozata váltották egymást. És a történet most újabb dátummal gazdagodott. Ez év január 9-e óta a pécsi székesegyház a Bazilika Minor címet viseli. A pápa dekrétumát a múlt vasárnap hirdették ki ünnepi szentmise keretében. Azon túl, hogy templomunk építészetileg és belső berendezése alapján megfelel a cím követelményeinek, a hívők nagy száma, az itt folyó magas színvonalú zenei kultúra, az átépítés, újraszentelés centenáriuma és a pápa közelgő látogatása is közrejátszottak a kiemelt rang és az ezzel együtt járó jogok elnyerésében. Ezután majd évente 5 búcsút tarthatnak, s a liturgikus ruhákon és kellékeken megjelenhet a pápai jelvény, a keresztbetett kulcs. Ezzel a pécsi székesegyház városunk egyik főszimbóluma, Magyarországon a 8. olyan templom, mely a bazilika címet viseli. Székesegyházunk óriási látogatottságnak örvend, de remélhetőleg sokan fognak elmenni a következő kiállításra is. Március 4-én fiatal tehetségek kiállítása nyílt meg az ifjúsági házban. A bemutató keretében hanglemezborítókat láthatunk a zenei élet számos területéről. Verditől az LGT-ig jelen van itt a klasszikus és könnyű zene, a jazz és a népzene egyaránt. És a tervek fiatalos lendületről, élénk fantáziáról, merész ötletekről tanúskodnak. Az alkotók a Művészeti Szakközépiskola alkalmazott grafika szakos hallgatói, akik 4 éves tanulmányok során sokféle területen szereznek jártasságot. Terveznek naptárt, bélyeget, plakátot, könyvborítót, hirdetést, oklevelet, csomagolást. A hanglemezborító készítés a 3. évesek feladata. A diákok természetes módon azt szeretnék, hogy legsikerültebb munkáik ne csak vizsgaanyagként szerepeljenek az iskola falain belül, hanem láthassa azokat a pécsi nagy közönség is. Erre adott most lehetőséget az IH Galéria, ahol az elmúlt 4 év alatt készített lemezborító tervekből láthatunk válogatást a hónap végéig. És most fiatal alkotók után bűnözőkről, és egy újfajta ösztönzőrendszerről. Úgy tudom, a Garancia Részvénytársaságnak az utóbbi időben egyre több dolga akadt a rendőrséggel. Erről kérdezném Komáromi Istvánt, a Garancia Részvénytársaság vezetőjét. Mik voltak ezek? Hát a rendőrséggel semmi gondunk nem akadt, mert a rendőrséggel nagyon jó kapcsolatunk van. Inkább úgy mondanám, hogy a gépkocsi tároló területünkre betörtek, és ezáltal nagymértékű kárt okoztak részvénytársaságunknak. Január elején jelentették nekem, hogy a 2-es rakodón bérelt területünkön több mint 1 millió forint kár keletkezett azáltal, hogy rendszeresen fosztogatták a gépkocsikat, és ezek után én tettem egy ajánlatot a rendőrségnek, hogy amennyiben eredményes munkát végeznek, akkor 25 ezer forintot fizetünk ki a felderítőnek. Nyugaton ez egy megszokott dolog, és én úgy gondolom, hogy a hivatástudat és a szakma szeretet az mind nagyon szép, csak azért sajnos a rendőr sem kap semmit a boltba, és úgy gondoltuk, hogy ha egy érdekeltséget hozunk létre, tehát érdekeltét tesszük konkrét ügy kiterítésében, akkor eredményes lesz. Gondolja, hogy az eredményes munka 25 ezer forinttal van összefüggésben? Én mindenképpen úgy gondolom, bravúros gyorsasággal derítették ki a bűncselekményt, és a mai napon
éppen átadtuk a 25 ezer forintot, és tájékoztatásuk szerint 13 főt vettek őrizetbe, illetőleg 13 gyanúsított van, ebből 3-at letartóztattak. A sikeres akció összefüggésbe hozható esetleg azzal a 25 ezer forintos jutalommal, amit a Garancia Részvénytársaság felajánlott? Nem, nem. A nyomozót, tehát a nyomozói állományt és egyáltalán a rendőrt a siker élmény hajtja. Tehát ha mi a nyomozások során az anyagi érdekeltségünket vennénk figyelembe, nagyon elkeserítő megállapításra jutnánk. Nem, nekünk sikerre van szükségünk, és minden nyomozónak és minden rendőrnek. Egyike vagy azoknak, akik kézre kerítették a Garancia Részvénytársaság gépkocsijainak feltörőit. Befolyásolta munkátokat a várható pénzjutalom? Abban segíthetett nekünk, hogy arra törekedjünk, hogy minél több értéket megtérítsünk. A megtérült érték a garanciának nyereség. Komáromi úr azt mondta nekünk, hogy szívesen létrehozna egy ilyen célú alapítványt, tehát hogy hasonló esetekben a rendőrség jutalmat kapjon. Én azt hiszem, hogy ezt mindenki, minden rendőr kedvezően fogadná. Tehát ösztönzőnek tartod. Nagyon pozitívan. S maradva a rendőrségnél, kiderült, hogy nem mindig a technikai vívmányok irányában kell keresnünk a megoldást. Lovas rendőrség Pécsett. Elsőre kicsit különösnek tűnik az ötlet, ami Szaksz István őrnagytól származik. Mit jelent ez tulajdonképpen? Hármas rendőrállomás igen nagy kiterjedési külső területekkel rendelkezik, úgynevezett külterületekkel, mezőgazdasági művelés alatt álló földek, hétvégi házas területek, amit nem tudunk járőrözni gépkocsival, motorkerékpárral, és kerestük a megoldást, hogy hogy lehetne kiküldeni rendőröket oda. És így jött az ötlet, hogy itt van a területünkön Üszökpuszta, a gazdaság megígérte, hogy kiképzi a rendőreinket, biztosítja a lovakat, és így körülbelül másfél-két hónap múlva beindulhat ez a szolgálat. Alapvetően majd a gazdaság művelés alatt álló területére fog kiterjedni a szolgálat, illetve a Kozár-Mislényi körjegyzőség területén lévő hétvégi házas részekre. Anyagilag senki nem fog rosszul járni. A rendőrség jól jár, mert esetleg sok hétvégi ház föltörőt fogunk. Jól járnak az állampolgárok is, mert jobban tudjuk biztosítani, védeni a hétvégi házukat. A gazdaság jól jár, mert a termény fosztogatókat, meg a terménylopókat meg tudjuk fogni. A lovak is jól járnak, mert mozognak, szakképzett, kiképzett lovasok ülnek a hátán, úgyhogy szerintem ezzel a úgynevezett üzlettel mindenki csak jól fog járni. A hírek után vissza a fórumra, a bányászathoz, a fórum vendégeihez és a nézők kérdéseihez, ugyanis a 32333-as telefonszám folyamatosan foglalt. Azért reméljük, hogy néhányan még találnak szabadvonalat, föltetik kérdéseiket, illetve nem csak kérdés érkezik, hanem megjegyzés is. 34813-ról megjegyzik, hogy jóval drágább a külföldi szén, ez nem jó, így ne hozzanak ide vendégmunkásokat, hanem a munkanélküliekhez küldjék a bányákba. Mert ha azok akarnak dolgozni, akkor lehet, és ne válogassanak, nem olyan időket élünk. Szénbányász kérdés. Tiszai László a 20578-as telefonszámról Kékes Ferencnek. Mint mondja, idén 50 millió márkáért vásároltunk 350 ezer tonna szenet, hasonló az előző megjegyzéshez. Ez a mennyiség a bezárt Istvánakna egy éves termelése. A szénbányák számításai szerint már mint Tiszai László számításai szerint jelenleg is fele árért termel, mint amennyiért beszerezzük ezt a szenet. Kérdezi, hogy jól számolta? És hát egy a vezetők felelősségére utaló kérdés, hogy az elmúlt 3 évben mennyit költött piackutatásra a mecseki szénbányák, és tudják-e egyáltalán mit igényel a piac? Igen, körülbelül jól számolt a kollégám, egy picit vékonyabban fogott a tolla talán, mint a realitás, a valódi költség és árviszony. Hogy mennyit költöttünk piackutatásra,
Ezt most egész pontosan nem tudom megmondani, de olyan nagyjából olyan 3 millió forint környékén van az a pénz, amit a piacokkal kapcsolatos... De végül is a végeredménye érdekes, tehát hogy tudják-e, hogy mit igényel a piac? Pontosan tudjuk, hogy mit igényel a piac. Egy nagyon egylábú piacon értékesül a mecseki szénbányák árutermelése. Az árutermelés körülbelül 1,5 millió tonna, ez a kész szén, ennek 80%-a értékesül a Pécsi Hőerőmű Vállalatnak a piacán, a maradék 20%-nak körülbelül 1/3 a Dunai Vasmű piacán, és 2/3 az a lakosság felé különböző feldolgozottságú termékként értékesül. Én gondolom, hogy ezek az adatok eléggé egyértelművé teszik minden kedves néző számára, hogy a mecseki szénbányáknak a piaci lehetőségek meglehetősen egyoldalúak és beszűkültek. Tehát kutatni ebben a 20%-ban lehet. Itt is egyébként jelentős változások történtek az elmúlt években. Nem csupán a tüzép felé értékesítünk, mint eddigi legnagyobb és mai nap is legnagyobb forgalmazónk felé, hanem közvetlenül már más területekre és főleg az Alföldre. Hadd utaljak arra a megjegyzésre, ami a kérdés előtt volt, hogy ugye miközben mi arról beszélgetünk itt majd, hogy mihez kezdhetnek az állásukból elbocsátott dolgozók, úgy tudom a mecseki szénbányák munkaerőhiánnyal is küzdik. Igen, hát jánoszarcúak vagyunk teljes mértékben. 450 idegen külföldi bérmunkás dolgozik nálunk. 400, és ez kevés? 400 lengyel és 500 ukrán nemzetiségű bányász. Miért van erre szükség? Merül fel többször a kérdés, némiként joggal is, a kívülálló számára legalábbis joggal. Most egyszerűen arról van szó, hogy ők bányászok, vályárok, kiképzett szakemberek, és ebben a munkakör kategóriában, ebben a szakmában minimálisan ekkora a szakember hiányunk. Nem azért foglalkoztatunk külföldieket, mert ez olcsóbb számunkra, hanem egyszerűen azért, mert itthoniak nincsenek. Köszönöm szépen, ha már külföldre kalandoztunk, az Érdbánya vállalathoz érkezett egy kérdés. Horváth Gedeon a 2565-ös telefonszámról. A magyar írvegyes vállalatról sokat hallottunk, azaz mégis keveset. Arról például, hogy ez a házasság kinek kedvező, melyik félnek, erről nagyon keveset hallottunk. Arra kéri a jelenlévő vendégünket, hogy érzékeltesse néhány mondatban ennek a házasságnak a lényegét. Talán valamit a hálószoba titkairól. Hát igen. Nagyon röviden, tudok csak beszélni róla, mert ez óriási téma, hiszen az írekkel kb. Egy éve vettük fel a kapcsolatot, és hát azóta úgymond tárgyalásban áll a vállalatunk velük. Hát a múlt év nyarán, nyár végén hát odáig jutottak a tárgyalások, hogy egy szindikátusi szerződést kötöttünk, írtunk alá velük, ami alapján hát határidőket is ki lehetett tűzni a vegyes vállalat megalkulására. Hát el kell, hogy mondjam, hogy akkor abban a pozícióban egy felszámolás megszüntetés alatt lévő vállalat voltunk, egész más helyzetből tárgyaltunk, mint ahogy tárgyalunk ma az írekkel. Ma elmondhatom, hogy most tegnapi nap folyamán itt járt a Glencar elnöke. A pillanatnyilag úgy állnak a dolgaink, hogy most utalok a vállalatunk ez évi jövőjére is, most ami miatt én bizakodó voltam a bemutatkozáskor, annak az az oka, hogy tulajdonképpen a termékünkre piac van, Pakssal aláírtuk a szerződést, és az első szállítmány tulajdonképpen már ki is vittük Szovjetunióba, és az átutalás Paks részéről megérkezett hozzánk. A felszámolási határozat megszűnt, tehát tulajdonképpen mi hát lábon tudunk állni, tehát önmagunk is folytathatjuk a termelést, ha abban a bizonyos 60 dolláros, nagyon szűk hát keretbe, költségkeretbe belefér. Tehát ez a házasság jó a pécsieknek is. Ettől a házasságtól mi azt várnánk az írektől, hogy elsősorban forgótőkét, technológiát, technikát és a nyugati kapcsolataikat. A talpon maradás egyik ára az volt, hogy több dolgozótól a vállalat megvált végkielégítéssel. Ezek a dolgozók a végkielégítésük összegével különböző vállalkozásokba szálltak be. Egyik ilyen az a Forgácsoló és Szerelő Kft., amint a szolgáltató üzembe jártunk. Itt forgattunk egy filmet, egy rövid beszélgetést, azt hiszem tanulságos megnézni. Kovács Aladár a MÉV szolgáltató üzemből alakult Forgácsoló és Szerelő Kft. Ügyvezetője az önök cége. Most jelenleg bejegyzés alatt van. Hány főt foglalkoztatnak és hány dolgozó lépett be a vállalkozásba végkielégítéssel?
20 fővel dolgozunk, végkielégítéssel ebből a 20 főből 14 fő lépett be a Kft-nkbe. Mit jelent nekik egyrészt annak a reménye, hogy talán profitot várhatnak a vállalkozástól, milyen fizetést jelent ez? Arra törekedtünk, hogy a korábbi keresetük ne csökkenjen. Egyelőre ez a törekvésünk, és természetesen, hogyha évvégéig a piac úgy alakul, és a munkánk iránti igény úgy alakul, akkor próbálunk nyereséget is termelni. Ezek a dolgozók javarészt korábban is ugyanezt a munkát végezték. Várnak-e további munkásokat, várnak-e további tulajdonostársakat a vállalkozáshoz? Természetesen, hiszen pillanatilag ez a 20 fő kevés. A következő hetekben akár 10-15 fővel is tudnánk bővíteni a létszámot. Erre minden lehetőségünk megvan. Megrendelésük is van? Szerencsére igen, hiszen elsősorban az anyavállalat, ahonnan kiváltak ezek a dolgozók, a legnagyobb megrendelőnk, de külső megrendelőink is vannak. Köszönöm szépen, Lantos Pál Lakatos, tulajdonos és alkalmazott is ebben a vállalkozásban. Lehet, hogy üzleti titok, de hadd kérdezzem meg, hogy mennyi pénzzel tulajdonos? 100 000 forintra, annyival szállt abba a társaságba, és úgy érzem, hogy ezt szükséges volt a jövőm érdekében befektetni, mert munkahely reménye kicsi volt. Fel sem merült más lehetőség, hogy más vállalkozásba kezd, gondolom a 100 000 forint az nagyon kevés lett volna ehhez másutt. Na most ahhoz, hogy én magánvállalkozásba kezdtem, nekem voltak terveim, de ahhoz az én végkielégítésem nagyon kevés volt, mert annak egy magánvállalkozásnak a beindítása, akinek nem rendelkezik telephelyen, annak legalább 1 000 000 forint is. A mi végkielégítésünk, nem az enyém, de a többi társamé is ehhez messze elmaradt ettől. Volt, aki 1 000 000 forintnyit kapott? Itt nem. Azt mondják, és a dolgozók, itt a kiszolgáló dolgozók között nem, ezt, hogyha a bányától vájvégi dolgozókat bocsátottak volna el, akkor azok igen, de iparosok nem. Nehéz volt-e összeszedni a csapatot, rávenni őket arra, hogy itt még kereshetünk valamit ezen a piacon? Nem volt könnyű, mert a bizonytalanság bizony bennünkét, bennem is, meg a társaimban is. Keményen át kellett gondolni, mert a jövőnkre kellett dönteni, és nem mindegy volt, hogy mi lesz velünk. Azóban abból eredően, hogy a utána néztünk munkahelyeknek, lehetőségeknek, fizetéseknek, még ezt láttuk legtisztábbnak. Igaz, hogy a rizikó is ebben a legnagyobb, mert legalábbis valamit befektettünk, lehet, hogy ez a pénz elúszik, de ezt mindenki vállalta, és reméljük, hogy nem így történik, mert úgy néz ki, hogy ez a társaság egy összeszokott társaság munkáját el fogja látni. Úgy néz ki, munkával is el tudnak bennünket látni, és bízunk benne, hogy nem rossz lóra tettünk. Folyamatos volt-e az átállás, vagy volt-e bizonytalanságban töltött idő, voltak-e álmatlan éjszakák? Hát nem volt egészen folyamatos az átállás, mert egyszer rettenetes nehézkes volt maga a végkielégítésnek a kivitele. A törvények és egyebek azok egyelőre ezt még nem úgy segítik elő, ahogy ezt kellett. Úgyhogy egy jó hónapos kihagyás szinte mindenkinél van. Utána is szinte majdnem azt mondani, hogy öntudatba kezdett el mindenki dolgozni. Mit mondanak régi ismerősei, sajnálják most, vagy irigylik? Hát sajnálat nem igen jelentkezik, irigyelni meg nincs miért. Hát ugye irigyelni nincs miért a végkielégítéssel elküldött dolgozókat. Fodor Imrénétől kérdezem, itt utalt a riportalanyunk arra, hogy a végkielégítés kifizetése, kiutalása itt körül a törvények még akadoznak, nem eléggé segítik ezt. Mit lehet ebben várni? A törvények nem akadoznak, hanem akkurátusak. De azt hiszem, hogy az egy teljesen természetes dolog, hogy amikor körülbelül, hát jelenleg 400-500 közötti az érintett létszám a végkielégítéssel kifizettek, illetve az összeg 100 milliókban mérhető összességében, azt hiszem, egy teljesen természetes dolog, hogy a törvény nagyon pontos és több ellenőrző pontot beépítő szabályozást alkalmaz. Tulajdonképpen a végkielégítés és kapóbányászoknak először egy hónapot
felmondási idő körülbelül átlagosan. A következő hónap az a kötelező munkaügyi szolgáltató irodán eltöltött idő, amikor munkahelyet keresnek számukra. Ez már 2 hónap. Ezután következik csak a tényleges határozat aláírása, illetve az összegek kifizetésének technikai útja, amelyet nekünk a munkaügyi minisztériumból kell legírni. Nálunk is beiktatunk bizonyos ellenőrzéseket, a munkaügyi minisztérium utalása is, ha abban a pillanatban utalják, akkor is 6-8 napot vesz igénybe. Tessék összeszámítani az időket, és már is kijön sajnos az a 2-3 hónap, ami alatt tulajdonképpen a postáról a pénzt föl lehet venni. Magony István, hadd kérdezzem meg, a vezetők is ilyen tortúrának vannak alávetve, hogyha végkielégítést kapnak, mert Mende mondák, itt magas vezetői végkielégítésekről szólnak. Tulajdonképpen itt nincs kétféle állampolgár, csak egyféle van. És hogyha a tortúrát nézzük, akkor mindenkire egyformán vonatkozik. Tehát előnyöket tudomásom szerint vezetők nem élveztek. És ez a közösszegek, ezek ott már valóban elérhették az 1 millió forintot is, ugye? Hát kinek mennyi a keresete, és hát hány hónap végkielégítést kapott. Amivel már talán lehet mihez kezdeni. Időközben kaptunk Kékes Ferenccel egy kritikát. Önről azt mondja Lukács Gyula, nézőnk, a Sarohin tábornok húzból, hogy mellé beszél. Én pedig ezzel megelégszem. Már konkrétan nem jelzi, hogy melyik kérdésről van szó, de ígérem, hogy ezen túl jobban oda fogok figyelni erre a mellébeszélésre, amit itt jeleznek. Én gyanítom, hogy ezt az optimizmust nem osztják a hát nagyon, nagyon, nagyon jó lett volna, a Lukács úr konkrétan megjegyzi, vagy megjelöli, hogy mit ért mellébeszélés alatt. Én azt hiszem, hogy akkor szükség van körülbelül 5 mondatra, jó? Amely itt a bányászat, mecseki bányászkodás elmúlt heteiben történt. Szóval az a lényeg, hogy eddig arról volt szó, hogy akkor maradhat meg a bányászat, a mecseki bányászat, hogyha aknánként, termelőhelyenként megfelel egy bizonyos gazdasági kritériumnak, egy jövedelmezőségi szintnek. A kormány megváltoztatta az álláspontját a szénmezőgazdasági szerkezet átalakítási központtal együtt. A következő lépés most már az, hogy nem aknánként, hanem a vállalatként, mint termelési rendszerként kell megfelelni egy gazdálkodási követelmény szintnek. Ugye ha az első változatnál maradunk, hogy az aknánkénténél, akkor tulajdonképpen egy bányánk a külfejtés működhetett volna, az összes többit be kellett volna csukni. A második variációban már van hely a mélyművelésnek. Itt a mélyművelésnek, hogy melyik akna hogyan, mennyi ideig működhet még, ebben van pillanatnyilag vita, de a mecseki szénbányák vezetésének nagyon határozott és egyértelmű elkötelezettsége, hogy nem javasolja, nem támogatja Komlóbánya üzemnek a bezárását például. És Vasasét sem. És Vasasét sem természetesen, tehát erre a 3 termelőhelyre építenénk hosszabb távon, külfejtés, Vasas, Komló. Szászvárt azért nem említem, mert ott a szénvagyon egyébként is természetesen néhány év múlva, mint egy 94-re elfogy. Hadd legyen egy közbevető kérdésem, Lukács Gyula is feltett még egy konkrét kérdést is. Lesz-e felelőse annak, hogyha bezárják mégis ezeket a bányákat, kivállalja ezt, egy-két megnevezhető szemét kér, vagy kérdezi megint, a kollektív szellemben úsznak el a felelősök, akiket majd egy későbbi nemzedék von felelősségre. És hadd tegyem fel itt a saját kérdésemet, és gyakran elhangzik az a vád, hogy a különböző gazdasági átalakítások, elképzelések ezek a vezetőknek a pozíció megtartási törekvéseit szolgálják. Igen, hát ez az utóbbival kezdeném, jó? Mert ez egy talán a legnépszerűbb és ma a legkülönbözőbb sajtófórumokon helyet kapó gondolatsor, nem csak a mecseki szénbányákkal összefüggésben, én gondolom, hanem mindennel együtt. Én azt hiszem, hogy a szénbányák vezetőinek nincs olyan hatalma, amit át lehetne menteni, illetve hova lehetne átmenteni ezt a hatalmat. Ez a hatalom, ez egy, azt hiszem, egy kicsit ilyen misztifikált és mondva csinált. Ez egy bizonyos státuszhoz, beosztáshoz kötött szakmai felelősségben jelölném én meg ezt a hatalmat, és egyre inkább ebben, egyre kevésbé abban, ami a korábbi értelemben a hatalomhoz kapcsolódott. Most, hogy ez a hatalom, ez az emberek tudatában érez, hamarosan majd egy filmen is be fogjuk mutatni, de nem akarom félbeszakítani teljesen. Jó. Szóval szó sincs ilyesmiről, hogy bárki is, az én tudomásom szerint legalábbis, hogy bárki is át kívánná menteni a hatalmát, meg hát különben is hová. Egyik aknából a másikba, vagy KFT-be, vagy ilyesmibe, tehát erről szó sincs. Én azt hiszem, hogy nagyon egységes és határozott a vezetés jelen pillanatban abban, hogy minden tőle telhetőt
hangsúlyozom, minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a mecseki bányászati kultúra egy növekedési pályára kerüljön, és végre ebből a gödörből kikapaszkodjék. Erre úgy tűnik, hogy vannak reális lehetőségek. Én ezt örömmel hallom, és el kell fogadnom. A héten Vasason jártunk, ott forgattunk, kiábrándult emberekkel találkoztunk. Teljesen kiábrándultakkal, reményvesztettekkel, nem nagyon tudtak mit mondani, és hát egyre csak azt hajtogatták, hogy a vezetők, nézzük meg ezt a filmet. Meddig lesz még munkájuk? Nem tudom, nem mondanak. És a főnököknek tovább lesz? Meg. A főnököket kell megkérdezni. Azokat kérdezni. Mit gondol ezt, aki gondoskodik a bányászokról? Nem hiszem. Kire számíthatna? Senkire, zsugamokra. Vezetőkre se? Minisztérium? Mi lesz? Mi lesz akkor? Nem tudom. Mióta dolgozik itt? Régóta. Mennyi ez? 62-ben kezdte. És még meddig marad? Amíg lehet? Hát, nem tudom. Tegnap azt mondták a tévében, hogy 10 év. Néztem. Néztem, szomorú. Nem tudom, mi lesz. Semmi biztató, semmi. Tudom, nem. És fiatalok jönnek? Hát talán, ha lenne pénz, akkor jönnének. Megjövő, nem? Ha megjövő. Ez is. De így. Itt az előbb azt mondták a kollégái, hogy kérdezzük meg a vezetőket. Hát azt kellene. Maguk nem kérdezték még? Mit mondjak erre? Demokrácia, humor. Kérdezték, de... Kitől kell lehet megkérdezni? Akit meg tudnánk kérdezni, az... Aki nem érdekel, hogy itt legyen bány. Mm. Úgyhogy nem... Nem tudom. De hát akkor ők is elvesztik a vezető állásukat. Elvesztik vele. Tudom, mit vesz vele? És milyen nyugdíjra számíthat, ha mondjuk bezárják majd a bányát? Fogalmam sincs. Meg lehet majd belőle élni? Aha. Egészség? Na, az romlik. Főnököket kell megkérdezni. Ha. Azokat kérdezni. Főnököknek tovább lesz. Meg. A főnököket kell megkérdezni. Ha. Azokat kérdezni. Mi egyre csak ezt a választ kaptuk, hogy a főnököket kell megkérdezni. Igen, és azt hiszem, hogy ennek a hangulatnak a kialakulásában azt hiszem, itt követtünk el egy hibát. Nevezetesen azt én legalábbis úgy érzem, és én most kizárólag a saját magam véleményét mondom, ez ügyben nem biztos, hogy mindenki így látja ezt a mecseki szénbányáknál, de azt hiszem a többség igen. Nem kellő időben, nem kellő minőségben és mennyiségben adtunk az elmúlt év második fél évében, amikor is a legnagyobb bizonytalanság rajzolódott kívül és belül körülöttünk, tájékoztatást, információt a munkatársainknak arról, hogy most ebben hol tartunk és mit cselekszünk. Nehéz lett volna egyébként ebben a fél évben ezt nyugodt lélekkel megtenni, hisz borzasztó sok volt a bizonytalanság. Hadd ne részletezzem most. Nagyon szívesen állok egyébként bárkinek a rendelkezésre, a munkatársaim közül is, és a nem bányászok közül is, hogy részletesen, hosszú időn át asztalra téve a tényeket elmeséljük, hogy mi is hogyan történt. Nos, de most úgy tűnik, hogy szükséges lett volna. Szükséges lett volna, ez véletlenül hiba volt. Én legalábbis így értékelem, és önmagam kritikáját is mondom ezáltal. Ebben az évben, ez év elején, néhány ilyen alapkérdésben, mint amit korábban már elmondottam, lényegesen változott, megbízhatóbbá vált a helyzet, a külső helyzet elsősorban, meg a belső is, és elindítottunk például egy belső hírlevelet, és tovább szeretnénk javítani, amennyire ez csak lehetséges, a saját munkatársaink tájékoztatását. Nekik ehhez elemi természetes joguk van, nekünk pedig azt hiszem elemi és természetes kötelességünk, mert ahogy ezt mondani szokták, egyedül nem megy. Hát reméljük, ezek az információk reményt is adnak, majd Fodor Imrénétől kérdezik, milyen munkát tudnak a bányászoknak ajánlani. Volt szó mezőgazdaságba irányításról, farmergazdaságokról, nem lett belőle semmi. Van egyáltalán valami program arra, hogy hova menjenek munkát keresni? Az átképzésről sem hallani, amit oly sokat hangoztattunk. A mezőgazdaságban irányítás azt hiszem, hogy elsősorban annak a függvénye, hogy a földtörvény, vagy ha úgy tetszik, a kárpótlási törvény hogyan alakul. Az elmúlt évben az a bizonyos Farmer Gazdaságok című nagy beruházás, az nem a mi, hanem az illető vállalkozó hibájából
nem történt meg. Mit tudunk ajánlani a bányászoknak? A föld alatt dolgozó vájárbányászoknak, egészségben károsodott bányászoknak meg kell mondani őszintén talán a legkevesebbet. Nem tudjuk őket ugyanis természetesen olyan munkahelyre irányítani, amely képzettségüknek, szakmájuknak, illetve hát a bányáknál szerzett keresetüknek megfelelő. És az egészségüknek. És az egészségüknek. Az egészségükkel kapcsolatban azonban azt hiszem, hogy örömmel mondhatom el, hogy az utóbbi időben társadalombiztosítási törvényekben és egyéb törvényekben is olyan változások következtek be, amelyek egyértelműen azt szolgálják, hogy az egészségükben károsodott emberek az előzőeknél valamivel könnyebben kaphassanak törvény által adott jogokat és pénzeket. Az átképzésekről néhány szót. Akkor tudunk átképzést ajánlani, amennyiben ezt az illető vállalja, és még egy nagyon fontos dolog, akkor tudunk átképzéseket ajánlani, hogyha a megye gazdaságában megindulnak olyan folyamatok, hogy jó szívvel és perspektívában is, hosszú távon is megoldást jelentő átképzést tudjunk biztosítani. Egyelőre ebből be kell vallani őszintén, hogy kevés van. Igen, és ehhez egy csomó szubjektív akadályt is le kell győzni, többek közt olyat, amit Andrássy Gyula telefonálónk jelez. A MÉV vállalatnál a vezető beosztások 3-4 millió forintot vettek föl, míg a munkások csak pár százezer forintot kaptak. Főnökök a millióikkal könnyen boldogulnak, megveszik a vállalat épületeit, KFT-ket és más gazdasági vállalkozásokat hoznak létre. A munkások persze nem tudnak vállalkozni, ő ezt aránytalannak és igazságtalannak tartja. Váci Józsefné kérdése a 31409-esről. Miért csak a vezetőbeosztásúak mehetnek el korkedvezménnyel nyugdíjba? Az ő férje 32 évet dolgozott a bányában, bányászati keresetkiegészítést kap, nem nyugdíjazták. Aki ennyi időt ledolgozott ebben a helyzetben, miért nem mehet el nyugdíjba? Hadd kezdjem én a válaszadást, gondolom, hogy majd a kollega is. A végkielégítéssel kapcsolatban. A végkielégítés rendjét kormányrendelet szabályozta. Ebben meghatározták, hogy mennyi időt töltött a bányánál, milyen munkakörben, és az illető átlagkeresete alapján számítottuk a végkielégítéseket. Azt hiszem az... Nem helyben hozott döntésekről van természetesen. Szó. Természetesen, illetve a helyben hozott döntést azért annyiban hozzátenném, hogy a kormányrendeletet éppen egy helyi szinten működő, és azt hiszem országban elsőként hármas érdekegyeztetés elvén működő, amelyben a mecseki értványászati vállalat dolgozói is részt vettek, fórum hozta létre. Tartalommal a törvényt ez az érdekegyeztető fórum töltötte meg. Gyakorlatilag azért kaphattak, vagy kaphatnak a vezetők, az imént látott riportban, a kiszolgáló üzemben lévő dolgozóknál esetleg többet, mert a végkielégítés számításának alapja az átlagkereset. Nyilvánvaló, hogy esetleg ugyanannyi időnél is egy vezetőbeosztásban dolgozó átlagkeresete valószínűleg magasabb volt. Ez az oka, hogy a vezetők magasabb végkielégítést kapnak. Jogszabálynak megfelelően. Azon lehet gondolkodni, hogy ez mennyiben etikus, vagy mennyiben De az nem. Ugye nem jogszabályban rögzített, hogy ki mehet, hogy csak vezető mehet el korkedvezménnyel nyugdíjba. Sőt, itt meg csatlakozom az előbb, nem tudom melyik kolléga mondta el, hogy tulajdonképpen ugyan nincs kétféle ember, ugyanúgy, mint ahogy a munkahogyi szolgáltató irodán, a korkedvezményre jogosító munkaköröket kormányrendelet szabályozza. Biztos vagyok benne, hogy a 32 évével az úr elmehetett volna, különösen, ha esetleg már azt a bizonyos 3000 vagy 4000 műszakot is biztos, hogy a 32 év alatt teljesül. Esetleg nem tájékoztatták ők azok az adminisztratív dolgozók, akikkel kapcsolatban van itt egy kérdés, szintén bármelyikük válaszolhat rá. Az elküldött adminisztratív dolgozók bérével mi történt? Miért nem osztották fel a bányászok között? Szerintem még sokan dolgoznak úgynevezett bújtatott munkakörben. Felülvizsgálták-e ezt, és a 41456-ról kaptuk ezt a kérdést. Én, ha lehetséges, akkor még milyen szóval a Nyikes úrnak a reagálására a dolgozók tájékoztatásával kapcsolatosan. Mi az elmúlt év derekán, amikor már látszott, hogy egy kisebb, csökkentett létszámmal fent tudunk maradni, akkor a meglévő minden dolgozónkkal személyesen beszélgettünk, ezt szó szerint kell érte mindenkivel személyesen, és elsoroltuk neki a lehetőségeiket, hogy tartunk igényt a munkáikat tovább, vagy végkielégítést választhatják, vagy pedig korengedményes nyugdíjazás, korkedvezmény, vagy pedig bányászati kereset kiegészítés. Hát, és a dolgozók tulajdonképpen fel lettek készítve is, hogy nálunk ez különösebb zökkenő nélkül zajlott le, ez talán ennek is köszönhető.
hiszen hogyha azt nézzük, hogy 89. decemberében 7000 volt a létszámunk, ma 2300, és minden dolgozónkról tulajdonképpen gondoskodtunk, akkor ez azt hiszem, hogy valamit hát fémjelez. Arról, hogy a vezetőink hát vált ingatlanokat vásárolnak, ez nem így, ez nem igaz, ez vállalat nem értékesít ingatlanokat, egyetlen egy végkielégítéshez jutott volt vezetőnknek sem. És a korengedményes, korkedvényes nyugdíjról pedig mindenki egyformán tulajdonképpen részesülhet belőle. Mutatott munkakörök, adminisztratív dolgozók bére. Igen, ezt is mondom, de hát itt gondolt elég, hadd kapcsolódjak ahhoz, amelyet István mondott korábban. Csak az idő sürget bennünket. Tájékoztatás, mi is ezt fogjuk cselekedni abban a pillanatban, amint az a ominózus kormányülés a közeljövőben meg lesz, amely a szénbányászat szerkezet átalakításának alapköveit hivatott lerakni, és akkor mi is meg fogunk jelenni a munkatársaink felé, és én nagyon bízom benne, hogy olyan jellegű alapkövek kerülnek a talajra, mint amelyet a legelején elmondtam, és ne tűnjék ezt túlzott optimizmusnak. Adminisztratív bújtatott létszám, a mecseki szénbányáknál a szellemi foglalkozása, pontosabban nem fizikai dolgozók aránya, a fizikaiakhoz képest 16%, ez az ágazati top listának körülbelül a közepét jelenti, nem vagyunk a legjobbak és nem vagyunk a legrosszabbak. Ebből az átalakulások révén, társaságokká szerveződések révén körülbelül 11-12%-nyi lesz ez az arány az év közepére. A nyugati arány az körülbelül 6-8% ebben az ágazatban, tehát rettenetesen rosszak, ezt követően sem lesz. A munkakörök százaléka? Azt nem lehetett kiszámítani, de a bújtatott munkaköröknek az abszolút többségét mi azért 1987-ben a szanálási eljárás fényében megszüntettük, úgyhogy most már ez egyáltalán nem jellemző, én még azt is megmerném kockáztatni, hogy nyomelemekben sem fordul elő. Köszönöm szépen! Nehéz témához érkeztünk, és nagyon rövid az időnk, de fontos erről szólni a rehabilitáció kérdése. Több nézőnk is telefonált 71914-ről. 40%-os rehabilitált szénbányász, rendeződik a közeljövőben a helyzete, ahhoz, hogy a keresett kiegészítést megkapja, munkát kellene vállalnia. Ugi Zoltán azt kérdezi, mi alapján számolják ki a rokkantsági nyugdíjat. Ő a rehabilitált bányászok közé tartozik, és most rokkantosítják. Kis József azt kérdezi, hogy megszületette már az új jogszabály a rehabilitált bányászok foglalkoztatásáról. Csepregi István pedig egyenesen erkölcstelennek tartja, hogy a rehabilitált bányászok keresett kiegészítése a munkabérhez, a munkahelyhez van kötve. Ezt egyértelműen kapják meg járadék nélkül, minden kötöttség nélkül, javasolja ő. Azt hiszem, hogy eléggé közös a kérdés. Elnézést, hogy itt... Igen. Másfél éve indult az a munka, és éppen az érzbányászati vállalat létszámleépítése kapcsán, amikor először merült föl az a kérdés, hogy a 1983-as rendelettel szabályozott keresett kiegészítési rendszert módosítani kellene. Ennek éppen az volt az oka, hogy ilyen munkaerőpiaci helyzetben, mint ami Baranyában és országosan is van, gyakorlatilag lehetetlen dolog egészségükben károsodott bányászokat munkahelyhez juttatni, és ez pedig a keresett kiegészítést munkahelyhez köti. Egyszeresen veszítenek. Tulajdonképpen igen, ha úgy igen. Tetszik. A rendelet tervezeteket ismerjük egyelőre csak, tehát a konkrét módosítás nem, amelyben... Mondjon valami vigasztalót. Tudok vigasztalót mondani. Valószínű, hogyha nem is egészében, de részben a keresett kiegészítés nem kötődik munkahelyhez. Az előbb utaltam viszont már itt társadalombiztosítási kérdésekben változásokra, és ezek között például ilyen az átlagkeresett számítással kapcsolatos változás, illetve a korkedvezmény ikény bevehetőségéhez kapcsolódó változás, és hagy utaljak a saját házam tájáról egy fontos dologra, a nem igazán örömteli, de ha már munkanélküli segélyen van egy bányász, és keresett kiegészítésben részesülhet, előző munkakörét illetően. Egyedül ez a kategória az, amelyben a foglalkoztatási törvény a felső határt meghaladó értékben is lehetővé tesz munkanélküli járadék fizetését. Vannak azért jó hírek is ebben a hálátlan témában.
Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen érdemben kiegészíteni ezt nem lehet, mert én olyan nagyszerűen összefoglalta a lényeges akkor változás. Akkor én hadd mondjak még két kérdést. Én nem kívánok hozzátenni. 1456-ról. Melyik bányőzemben lehetnek nyugodtak a dolgozók, hol a legkisebb az esély a bezárásnak? Erre talán most külön ne térjünk ki, tehát a szénbányáknál amellett vannak, hogy sehol ne legyen bezárás. Nem kívánjuk bezárni a bányáinkat. 10 évig, minimálisan 10 évig biztosan mindenütt van portlólakos tőkeberuházás nélkül elérhető szénvagyon. Ezt le kell és le is fogjuk művelni. Milyen kapcsolatban vannak az ipari tárcával? Érvelnek-e, vitatkoznak-e, eleget, vagy még most is az utasításos rendszer él? Hát ilyen a box című kapcsolatban körülbelül. Ez a szellemi box értendő ez alatt, és senki nem jár kékfoltokkal a szem alatt természetesen. Nagyon kemény és komoly szakmai vitákban formálódik a jövő. Egy visszautaló kérdés a közelmúltra. Korábban a LIAZ program idején nagy értékű gépek érkeztek a mecseki szénbányákhoz. Ezek az ominózus gépek, itt a baljóslatú jelző, az helytálló. Arról kevés szó esik, mi lesz az 5-600 milliós értékű berendezésekkel, amelyeknek felelőse azóta sincs, de nem ez az érdekes igazán, hanem az, hogy ezzel a pénzzel, ezzel a ott romló vagyonnal lehet-e valamit kezdeni. Mi van a gépekkel? Hát javarészt rozsdásodnak, ezt némi cinizmussal mondom. Megpróbáltunk eddig is mindent a hazai piacon a pajzsoknak az értékesítésére. Nem teljesen reménytelen a dolog, ugyanakkor a potenciális vevőink azonban mind hasonlóan, hozzánk hasonlóan fizetési gondokkal küzdködnek. Tehát aki igényelni és fel tudná használni, ennek egyszerűen nincs pénze, hogy kifizesse. Most ami azonban végképp nem hasznosulhat belőlük, az a LIAZ programhoz tartozó kormányzati intézkedések réveként, intézkedések részeként leíródik. Mindenre azonban elnézést, hogy még egy gondolata, mindent nem dobunk ki, mert a gépeknek egy jelentős része megtartható, és amennyiben olyan termelési körülmények adódnak, akkor továbbra is használni lehet őket, de a filozófia alapja azért ez megváltozik. Köszönöm szépen vendégeinknek, hogy elfogadták megkívásunkat, sajnos rengeteg kérdés megválaszolatlan maradt, én időhiányában az önök nevében már felhatalmazást kaptam, hogy erre vissza fogunk térni a későbbiekben, illetve levélben válaszolnak a kérdést feltevőknek. Nézőinket kérem, még maradjanak néhány percig velünk, reméljük, hogy nem szekték kedvüket az itt elhangzottak, inkább az optimizmusra sugalló részleteket jegyezzék meg. Köszönöm szépen. Ma már szinte minden háztartásban nélkülözhetetlen az univerzálisan használható mikrohullámos üdő. Nem mindegy azonban, hogy mennyiért és milyen típust vásárlunk. A Győri Pagoda Kereskedelmi Kft. A világhírű Gold Star mikrohullámos hűtőket ajánlja önöknek már 13.500 forinttól. Egy csillag, amely elérhető. Ne feledje, ha tavasz, akkor Agroker áruház. Itt mindig van engedmény. A jövő héten például kedden és szerdán sok más mellett a műtrágyákat is olcsóbban vásárolhatja meg. Valamennyi termék árát 10%-kal csökkentették. A nitrogén, foszfor és kálium tartalmú műtrágyákból különböző súlyú csomagokat állítottak össze. A kevert termésfokozók mindhárom elemet tartalmazzák. Mindezeken kívül megtalálható még a bubifer és a kizerit is. Mindkettő magnézium tartalmú műtrágy. Tehát kedden és szerdán olcsóbban az Agroker áruházban. Most érdemes beszerezni. Ugyancsak az Agroker áruház forgalmazza, és egyedül csak itt kapható a Bionit S takarmányadalék. Ez a készítmény a sertés ízlalóké. Higgyék el, csodaszer. A napi takarmány felhasználás 7%-kal kevesebb. Mi több, az állatok egészségesebbek lesznek, jobban fejlődnek. Talán ön is most hallja először. Jegyezze meg, Bionit S, az olcsó sertéstartás garanciája. Minőségét száraz helyen korlátlan ideig megőrzi. Az Agroker áruház várja a macska gazdikat is. Első alkalommal kapható, kitűnő kivitelben, olcsón a macska alom. Kezelése gyors, higiénikus és hosszú ideig elegendő. Macska alom, csak itt, az Agroker áruházban. Jöjjön, vegye! A fórumot Ferling József vezette, és most már csak néhány percünk van az adás végéig. Azt hiszem, van még egy kis bejelenteni valónk, igaz? Nincs néhány percünk, mert hogy nézem az órát, fél percünk éppen, úgyhogy nagyon gyorsan mondom azt kedves nézőknek, hogy a jövő héten
még többen kelljenek felszólnak a szomszédoknak, ugyanis indítunk egy játékot, egy fél éves sorozatra tervezzük ezt a betűpárbajt, ugyanis ez az elnevezése, amelybe kívánjuk bevonni a pécsieket. Felnőtteket, fiúkat, gyerekeket, lányokat, egy szóval mindenkit játszatni szeretnénk a jövő héttől kezdődően reggel. És itt említem, nagyon fontos, műsoridőnk kezdése megváltozik, korábban 3-7-kor fogjuk kezdeni a Városi Televízió műsorát, ugyanis a játéknak egy pontos időpontot jelöltünk meg, ez pedig a 4-8-as kezdés, hiszen 10-15 percig lesz majd az a játék. Tehát tessék figyelni az Új-Dunántúlyon lakó szerdai számát, abban a részleteket is megtudhatják majd, tehát betűpárban jövő héten a pécsi Városi Televízióban. És már nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Nagyon szép további vasárnapot kívánok, talán most már Ibolyát is lehet keresni a meccseken. És ne feledjék, jövő héten 3-4-7-kor találkozunk újra itt az Egyesen. Viszontlátásra!